Üdvözlöm Önöket, én Bozsó Márton vagyok a Mozaik kiadó munkatársa, és ebben a videóban a tanároknak és a pedagógusoknak szeretnék segítséget adni abban, hogyan tudnak felhasználói fiókot létrehozni az oldalunkon, és a felhasználói fiókjukhoz hogyan tudják rögzíteni az iskolát. Az iskola rögzítésének azért van jelentősége, mert mind a Mozabook szoftverből, mind a mozaweb.hu oldalról kezdeményezhető házi feladat küldése a diákok számára, amit a diákok meg tudnak oldani és vissza tudnak küldeni, és rögtön le tudjuk mérni vele, vele a tudásukat. De a diákokat sokkal könnyebb megtalálni a rendszerünkben, ha az ő felhasználói fiókjukhoz, illetve a tanárok felhasználói fiókjához is rögzítve van az iskola. Abban az esetben, ha még nincs felhasználói fiókunk a mozaveb.hu oldalon, egy tetszőleges böngészőből látogassunk el a mozaweb.hu oldalra, és a bejelentkezés menüpontra kattintva válasszuk az új fiók létrehozása lehetőséget. Mivel pedagógusként szeretnénk regisztrálni, ezért a megjelenő felületen válasszuk a pedagógus regisztráció lehetőséget. Először is az iskolánkat kell azonosítani intézményazonosító azonosító, vagyis OM-kód, illetve hozzátartozó NetPassword segítségével. Abban az esetben, ha nem tudjuk a netpassword érdemes az iskolatitkárt vagy a rendszergazdát, rendszergazdát, megkérdezni, de hogyha ők sem tudják, akkor segítséget kérhetünk a mozaik kiadótól, a kérdezze a munkatársunkat linkre kattintva. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy netpassword csak és kizárólag az iskola hivatalos e-mail címére fogunk tudni küldeni. Ha ezzel készen vagyunk, vagyis megadtuk az intézmény azonosítónkat és a netpassword egy saját adatok kitöltésére szolgáló oldal fog következni, ezt nem mutatom meg, ezt mindenki meg fogja tudni csinálni saját maga, de ha ezt is kitöltjük, készen is vagyunk, hiszen tanári jogosultságú felhasználóval rendelkezünk, amelyikhez már az iskola is hozzá van adva. Mi a helyzet? Ha már van saját felhasználói fiókunk, de nem tudjuk, hogy az tanári jogosultsággal rendelkezik-e, illetve, hogy iskola van-e hozzá megadva. Ehhez jelentkezzünk be a szokott módon a felhasználó név és a jelszó megadásával. Bejelentkezés követően kattintsunk a saját nevünkre, majd a profilom menüpontra. Itt, hogyha lejjebb görgetünk, akkor láthatóvá válik egy intézmény megadása is, és egy tanár vagyok funkció elérése is. Tanárként én azt javaslom, hogy kattintsunk a tanár vagyok gombra, ugyanis itt intézményi azonosító és netpászföld megadásával, ahogy az előbb is lehetett látni, azonosítható az iskola. Például így ha bejött az oldal, akkor most már biztosak lehetünk abban, hogy tanári jogosultsággal felhasználóval rendelkezünk és ö, a iskola is hozzá van rendelve a felhasználói fiókunkhoz. Abban az esetben, ha rossz iskola van hozzá rendelve a felhasználói fiókunkhoz, azt ezen a felületen tudjuk eltávolítani. És az ismert módon ahogy az előbb csináltuk új iskolát fogunk tudni beállítani a saját felhasználói fiókunkhoz. Ahogy megjelent az oldal, előről kezdjük, még nincs intézmény megadva, és a tanár tanári jogosultságunkat is be kell állítani, de ezt az előbb már megmutattam. Sok sikert kívánok, és hamarosan jelentkezünk újabb videókkal. Köszönöm a figyelmet!